kibontjuk és kilélegzünk, hogy az széndioxid. Nézzük, hogy ehhez, ezekhez, vagy hozzájuk képest a széndioxid mennyivel más vagy a levegőben. Ehhez szükségünk van gyertyákra, égő gyertyákra. Mit tudom a széndioxidról? Táplálja az égést? Igen. Égkedő? Na, tehát ezek a kérdések. Milyen a színe? Jó, milyen a halmazállapota? Nyilván gáz. Igen. És hogy éghető-e, illetve táplálja az égést. Mert még azt figyeljük meg, hogy hol fog elhelyezkedni. Ez szódavitamonra van szükségünk. De belevegyük az aljába. Hát ott fog keletkezni a szódai karbonából, a széndioxid. És teszünk bele ecetet, sűrűt ecetet. Ott van ecetet. Először is pezseg. Vagyis itt már látjuk, hogy gáz képződik. És figyeljétek a gyertyákat, hogy milyen sorrendben égnek el. Először a legkisebb. Beleteszek egy égő... Jó, elaludt. Most már mind a kettő, vagyis táplálja az égést? Nem táplálja. Azért megnézzük, hogy keletkezik-e annyi, hogy eloltja. Jó, tehát szabályosan el is voltja. Milyen a színe? A színe? Szintelen, mert körben van. És hogy keletkezik, hogy kitölti szépen a teret, és eloltja az égő jutatáncát. Tehát szintelen, szaftalan, és az égést nem táplálja. Jó, lesz majd a széndioxid.